Szép jó hajnalt mindenkinek! Tarin vagyok. Ez pedig a Forager folytatása. Lássuk, mire megyünk ma. Gyűjtjük az aranyat. Én nem is tudom most milyen céllal éppen. Bogár! Az azt hiszem valamelyikhez kell majd, rengeteg bőr után, vagy mellett, vagy azon túl. Mondjuk aranyból sose fogunk rosszul kijönni. Továbbra is kéne egy-két tároló. Na nézzen, azért is küzdünk. Csak ahhoz kellenének a bőrök. Ez majd egyszer tölt. Éjszaka lassan véget ér. Ha segít, legalább a szörnyikék nem jönnek. Nem is olyan mennyiségben. Ott egy lyuk. Haszontalan. Alapvetően. És még éhes is a karakterünk. Ilyen bogyó. Ingyen bogyót. Hogy állunk aranyból elég jól. Az legalább valami. Ez még 4 perc, az rengeteg idő. Kiástunk valamit. Hát, temész bőr. Alkatrésznek. Ezen nincs is mit kérdezni sajnos, vagy sem. Oké. Arany, arany után. Mi a túró? Fosszília. Az egyiket bedobjuk, mert azt felteszem kell. Nem. Még nem. Jap. A másik meg megy a boltba, mert elvileg értékes. Ilyen-ilyen értékes. Úgyhogy hasznos. Ebben a formában. Mint eladandó cumó. Ja, 200 zseton. Az egyik legjobb menet. Tudunk 300-ból? Tudunk. Mert ezért aztán nem érte meg. Mondjuk az aranya sose árt. Fogalmam sincs, hogy kívülről befelé, vagy belülről kifelé. Piros, narancs, sárga, zöld, kék. Erre van a kék. Ha van egyáltalán. És komolyan nincs kék? Elbújt. Ez volt a jó irány. Akkor kívülről befelé. És volt egy kulcsunk. Napszemcsi. Vagy sima szemüveg, ki tudja. De a 20% XP az mindig jól jön.
az segít. Az már akár az elejétől kezdve segíthetett volna. De legalább itt a végén, ahol tényleg brutálisak a szintek, bejön. Oké. Éhes. Jó, és ezt kirakjuk a toolbarra. Annak úgy érzem helye van ott. Nem érdekes, úgy is kell kaját enni. Ha akarom, ha nem. Frissítés egy perc múlva, azt megvárjuk mindenképpen. Azt megvárjuk mindenképpen. Hogy állunk? Néhány bőrre elég. Random bogyók. Csontok. Inventory tele, 15. Na, hát tudunk nagyobb kardot, vagy bár ugye az első kardot inkább ezt mondanám. Nem biztos, hogy jó ötlet gyártani, de tudjuk. Tárgyak vissza. Haszontalan. Megvesszük, mert esetleg eladjuk a boltba, vagy a... hogy is mondjam. Van helye. A lényeg ez. Remek. Szövet. Mit szerettünk volna? Valamit itt elpasszintani, a alkímia. Úgy bizony. Lassan-lassan meg lesz. Igazából nem segít, ha egy pár kezdő cuccot bedobunk. Nightshade. Nem igazán. No, hát most jön a fő kérdés, hogy melyik részére gyúrjunk, mert egyszerre nem tudunk mindenfelé, mint látható. XP is kezd problémás lenni. A tárgyhely, bár mondjuk azt valószínűleg megoldja nagyobb részt, azt az egyet behúzom végre. Mert az nem katasztrofális, csak ippek, hogy nem elég. Mert gondolom, majd ha lesz több, akkor pont annyival nem lesz elég. Ismét. És itt a kard. Csak használni kéne majd. Tudjuk, hogy tele van.
Az nem segít, hogyha ezt újra és újra elmondod. Már kellemetlenebb, hogy az aranyra sincs helyünk. Mert arra viszont azért előbb-utóbb szükségem lenne. Tudunk négyet, és akkor van hely az aranynak. Ennyit tudunk szelektív gyűjtögetéssel. Na hát, egyébként ez nagyjából megvan ez a... Na, az a második bogyó szintén jót tesz. Itt építsünk. Van egyébként? Mennyire drágák? 400, 300, 1500, 700. És a nyavaja elég közel volt. Jaj, elég közel volt, aminek nem örülök, de hát ez van. Slime amulet. Remélem erre akartam. 17. ...500 tárgyat. Az is egy szint, az is egy cél. Plusz 4 az majdnem semmi lesz. Sajnos. Úgyhogy a következő az majdnem biztos, hogy a... volt lesz. Bár félek, hogy ahhoz meg acél kell majd, ami... nem annyira az erősségem. Ennyit tudunk gyártani. Néhányat. Üveg. Hopp, egy tehén. Arra szükségem van. Arra nagy szükségem van. Még két bőr. Attól tartok, hogy... harmadikra is szükségem lenne. Még. Itt továbbra se lesz meg, de... hát ez van. Most már tényleg nagyon közel van. És az első amulett. Oké, bőr. És mennyi hiányzik? Egy. Egy nyavaja hiányzik. Ahogy említettük. Na most azért az, hogy nincs... Oké, akkor gyűjtsünk csontokat. És utána lesz szén legalább. Oké. Erősen kimerültünk. Az ellen van megoldás. Nagy mennyiségű kő, meg mi egyéb.
Arra az eszközre szükségem van, úgyhogy lehetőleg ne bántsátok. No. Lássuk, hány millió olyan eszközre van szükségem, amit nem tudok biztosítani hozzá. Három acél, négy. Nem olyan vészes. Legalábbis az első. Hello, tehén. Nem mondod, hogy nem tudtál adni kettőt? Nem tudott adni kettőt, mert kettő kellett volna, hogy meglegyen az utolsó bőr. Na, megint? Morcosak lenni. Na és akkor jöhet végre a következő hely. Ami egyúttal ad nekem rengeteg cumót, na. Oké. És persze kell utána arany, végtelen. Új tárgyak. Némi zseton is van hozzá. Pizza. Oké, nem tudom mennyi kell a... hogy hívják be? Kajához. Ezzel lehet, hogy letudtuk akkor a pizzát. A sütődéhez. 5. Jó. Ezt az utolsót akkor meg megesszük. Na. Hát egy kaja megvan. Nem nagy tétel, de megvan. Fél siker, tehát továbbra is kellenek a bőrök. A szememben nincs más vita. Sőt, hosszú távon majd valószínűleg a bőr lesz az egyetlen problémám. Meg az egyéb ilyen ültetett cumó, de mondjuk ültetni még csak-csak tudunk. Nem szeretünk, de tudunk. Újabb drága kő, helyes. Viszont... hogy hívják azni? Remek! Tégla. Kérünk... nagyon felét elég. Téglába, 10 kell. Az első tároló a nagy fogás. Ahova mondjuk bedobálhatjuk utána. Hogy hívják okat? Drága köveket mondjuk. Meg valami egyéb többé-kevésbé fölösleges nyersanyagot.
virágokat. Kell egy csomó majd valamelyik cucchoz, mert nem tudom melyikhez, de... De azon kívül eléggé fölösleges. Két újabb fosszília. Nem hiszem, hogy kell. Úgyhogy az jó eséllyel eladható. Arany? Ja, vagyis minimális arany. Oké. Azt hiszem itt az ideje, hogy legyen több olvasztó. Mert ez az egyes kezd nem elég lenni. Úgyhogy meg kell nézni, hogy mi köl hozzá. Kő, hát nem olyan vészes. Az rossz helyen van, úgyhogy az vészes. És akkor itt lesz 5. Ez egy csomó területet el is pazaroltunk, persze. No. Oké. Mi, hogy legalább egynek kéne lenni ahhoz, hogy elindíthassuk a végtelent. Célból, mi célból, 7 élhet. Szénből még nem kell a végtelen. Lehet, hogy lesz az is egyébként egy időben. Ha lesz elég fa bevételünk folyamatosan ehhez. Gondolom ez a végtelen úgy működik, hogy ha van nyersanyagunk, akkor termel. Lehetne pizza, meg itt tudom én mi. Első acél. És elhasználjuk majd nem túl hasznos dolgokra. De hát ez van. Ebből is lehetne mondjuk. Hello tündérke. Finom kaja vagy, meg egy kis XP. Mondjuk az majdnem lényegtelen már. Inventory tele. Oké. Más. Nyilvőre nincs. Fosziliát az nem, mert az... Azt úgyis eldobáljuk valahol. Homok is mehet alapvetően. Csontok nem, mert aztán rá akarom adni. Mi az, ami mehet oda bőven? Na, jó kérdés. Gyere ezek.
Nem teljes, de egy adagot azért beraktunk. Oké. És igen, ahogy találunk ércet, kezdi gyártani. Úgyhogy pont úgy működik, ahogy sejtettem, és hogy nagyon is jó. Ez nagyon kényelmes lesz. Ebbe a két esetbe bőven. Többinél még nem tudom. A szövőszéknél is mondjuk érvényes, hogy a szál az mehetne nyugodtan. Végtelenbe. Egy sokadik szövőszéken. Mondjuk második, nem olyan bonyolult. Elfáradt. Süssünk ennyi halat, meg ilyesmit. Abból lesz rengeteg kaja. Azt a bödönt kiűs... kiássuk. Na. Akkor a következő szinttel zárunk. Mi ez a homokvihar foltjai, csak nagyon hülyén néznek ki a víz fölött. De hát ez van. Mondjuk felét süssük meg téglának. Még jól jöhet ilyen-olyan feladatra. Szintlépés, ahogy vártuk. Teszi, pont rád vártam. Jó. Pusít is a táblára. És azt hiszem, akkor ezzel zárunk is mára. Hopp, na ott egy kis vadászatot kell tartanom. Nem akarok problémákat. Úgyhogy... hát akkor már csirke belőled lesz hús. Jobb híján. De arra is lehetne, hogy a hal meg a hús menjen. Az egy teljesen jó csomag lenne. Annyira, hogy valószínűleg bele is rakjuk. Folyton jönnek itt az éjszakai szörnyikék. Így a zárás nem olyan egyszerűen érkezik. Na, téged aktiváljunk. Oké, végtelen hal, hús, végtelen. Na és akkor így van mire használni. Skill pont, mit is akartunk venni? Lehetne a társ, lehetne a több drága kő, meg esély, hogy random cuccokat találjunk. Legyen az. Az hosszú távon nagyon jól jöhet még. Tényleg itt a következő bogyó az mi. Arany és topáz. Nem olyan vészes. Innen folytatjuk. Már ennyi.